Hello emberek, én Lali vagyok, és ezt a videót is egy vallomással szeretném kezdeni. Nem vagyok meleg, azóta sem, ezt az előző videóban csak egy poénnak szántam. Tévhitben éltem. 6 éves koromtól fogva, amikor is először játszottam a Duke Nukem 3D-vel, azt hittem, hogy Duke Nukem a világ legmenőbb, legbedesszebb főhőse. Kinek gondolna menőnek egy olyan hős, aki belenéz a tükörbe és azt konstatálja, hogy az isteni, de kurva jól nézek ki! Szükség esetén képes a WC víztől is gyógyulni, olyan egysorosokkal bombázza az ellenfeleit, mint például leszedem a fejed és beléd szarok! És ez nem csak mondja, hanem gyakorlatban meg is valósítja. Szóval 6 éves koromtól fogva azt hittem, hogy Duke Nukem a legmenőbb játékhős a világon, de mint mondtam, tévhitben éltem. A legmenőbb játékhős ugyanis Jack Thompson. Nem az a Jack Thompson, aki szerint a GTA sátán műve, az egy balfasz, nem pedig főhős. Ez a Jack Thompson, hogy miért ennyire bedesz, ezt később részletesen ki fogom fejteni, előjáróban viszont legyen elég ennyi. Jack Thompson, miközben egy láva folyamon lévő sziklán utazik, nem az életéért remek, hanem annyira unatkozik, hogy rágyújt egy cigarettára. Na gyerekek, ez a menő, ez a bedesz, ez a flegma, a gizda, a májer, ez Jack Thompson a Bermuda-szindrómból. A Bermuda-szindrómot 1995-ben adta ki a BMG Interactive, aki rengeteg ütős játékért volt felelős ekkoriban. A játék fejlesztője pedig a Century Interactive, aki manapság Reaktor néven fut, és pont idén adott ki egy Toxic nevű vérbeli old school multiplayer FPS-t. Az intróból megtudjuk, hogy a már említett főhősünk Jack Thompson egy második világháborús amerikai bombázó egyik tisztje, akinek gépét egy bevetés során német vadászgépek lelőnek, de véletlenül zuhanás közben egy totál indokolatlanul megnyíló portál segítségével egy párhuzamos dimenzióba kerül, ahol teljesen véletlenül egy kikötözött nőt elfogyasztani készülő T-rex fejét lecsapja a repülő szárnya, ezzel akaratlanul is megmentve az említett hölgyet. Na itt csatlakozunk be a játékba, kicsit méltatlan körülmények között ugyanis magatehetetlenül lógunk egy fáról. Itt nem viccelek, 2 percen keresztül próbáltam kitalálni, hogy mi az Istent csináljak. A tabbal előosztható menüben kiválasztottam ugyan a kést, és minden megszokott billentyűt végignyomogattam, de hiába. Majd kiderült, hogy az Enterrel kell használni a tárgyakat. Ennek hatására először levágjuk magunkat az ejtőernyőnkről, majd a ránk támadó benszülöttel is ugyanezt tesszük. Természetesen ki kell szabadítani a nőt is, aki ott hagy minket úgy, ahogy illik, de csak a következő képernyőig jut. Itt egy kicsit azért a Halloween című film jutott eszembe. Itt az inventoriból ki kell választanunk a szájunkat, igen, ezt külön meg kell tenni, és csak így tudunk beszélni a nővel, akiről kiderül, hogy szerencsére társalgási szinten beszél angolul, és hogy ő maga egy Natália nevű hercegnő, mi pedig igazán bekaphatjuk, amiért meghiúsítottuk az áldozati szertartást, amivel egyébként az apját mentette volna meg. Mi van? Na mindegy, az, hogy Jack Thompson egy brutál menő karakter már itt kitűnik. Tehát lezuhant a gépe, átkerült egy párhuzamos világba, ahol dinoszauruszok vannak, de full flagma módon megkérdezi a hercegnőtől, hogy nincs véletlenül egy villáskulcs nálad. Zseniális. Nem baj, lesznek még hasonló aranyköpései is Jacknek, ne aggódjatok. Miután lepacsisztunk a hercegnővel, indulhatunk is utunkra, de előbb szeretnénk még kitérni egy dologra. Nos, én nem vagyok a második világháború nagy szakértője, de van egy olyan gyanúm, hogy az amerikai repülőpilóták szabványosított ruházata nem fehér tornacipőből, világos lila nadrágból és türkiszkék trikóból állt. Lehet, hogy a lila nadrágot innen lopta a Wartrain, de egyébként ha Jack az elején hitelesen pilóta jacket visel, akkor miért kellett ez alá egy ilyen gyomorforgató színkombinációt kitalálni neki? Ez maximum a lakatos márknak tetszett, de neki nagyon. Nem túl sokat mutat, közben mégis nagyon feltűnő, jól áll a szőke hajához, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon pártolom. Na tehát induljunk utunkra, de ne felejtsük el a dobozból kivenni a sörétes puskánkat. Na ez a puska baromira megtréfált az elején. A kontroll gombbal láthatjuk az életerőnket és a puskánk állapotát, amint látjátok 5 lőszer van benne. Az elkövetkezendő részeken használni kell a puskánkat, én pedig néhányszor mellé lőttem, úgyhogy hamar ott voltam, hogy üres puskával álltam ennél a résznél, és anyáztam a készítőket, hogy miért nem voltak képesek lőszert elhelyezni a pályákon. Gondoltam, amilyen szerencsém van, tudja, hogy e mögött a szöny mögött lesz az első lőszer utánpótlás.
De többszöri próbálkozás után sem sikerült lőszer spórolnom, és miután már vagy ötödjére kezdtem újra a játékot, elhatároztam, hogy most egyszer sem fogok mellélőni. Nos, a második képernyőn először rá kell lőni a T-Rexre, felugrani a platformra és megvárni, míg a kígyó le nem foglalja ezt a dinót, majd még egyszer rálőni. Ez kettő lőszer mínusz. Ezután egy repülő hüllőt kell lőnünk a krokodil számára, már csak kettő lőszerünk maradt, aztán két ilyen hernyót kell meglőnünk, hogy ne zuhanjunk le, és tessék, megint itt vagyunk, hogy nincs lőszerünk, másképp pedig nem lehet tovább jutni. Na és ekkor totál véletlenül rájöttem, hogy ha guggolunk a puskával és megnyomjuk a lefelé gombot, akkor Jack újra tölti a puskát, és végtelen lőszerünk van hozzá az egész játék során. Ezt miért nem lehetett volna valahogy jelezni? Oké, jobban belegondolva én voltam a hülye megint, egy olyan helyen, ahol a puskát villámló botnak nevezik, nem sok eséllyel vannak elrejtve lőszeres ládák, ez jogos, de attól még jelezhette volna a játék. Egy másik érdekes dolog. Ennél a résznél találunk egy gyémántot, amit lent a sárkányos oltárnál tudunk használni. De még hogyan? A percekkel korábban egy másik dimenzióból érkezett embert nemhogy a helyi lakosnak nem kell felvilágosítani a gyémánt használatáról, még ez az újonc szól a hercegnőnek, hogy várjál, mindjárt jövök. Mondom én, hogy ez a Jack nem szarral gurigázik. Az ilyen teleportokkal leginkább katakombákba kerülünk, ahol legtöbbször élettöltő állomások vannak. Ezek a részek le sem tagadhatnák, hogy a Prince of Persia modernebb változatai akarnak lenni, ugyanúgy lehet ugrálni, ugyanúgy lehet csimpaszkodni. Itt csak arra érdemes vigyázni, hogy ne essünk bele a vízbe, ugyanis Jack lehet, hogy nagyon menőhős, csak éppen úgy úszik, mint egy darab fa. Ezt megvernéd, azt hiszem, Dávid, de még lehet, hogy én is. Nézd már oda a beszalás, hát ilyet ezt föl kéne venni, gyerekek. Nézd oda, meghal a pasi. Hát nem, visszafelé megy a gyerek, hát én beszarok, hát ilyet. Na. Ami viszont egész ötletes, hogy a vízből kimászva egyből nem tudjuk használni a puskánkat, meg kell várni, míg kvázi megszárad. Hogy a puskánál maradva a játék akció részeit is méltassam kicsit, nézzük meg, milyen is egy vérbeli akciójelenet a Bermuda szindrómban. Hát, ettől nem fog felmenni a vérnyomásunk. Sokkal inkább a játék vége felé, de erről majd később. Még egy mínusz a játéknak, amiért nem képes semmit sem közölni velünk, a kapaszkodás. Az elején megint csak anyáztam, amiért mindig ez történt. Lemászok, de nem akarok én leesni 15 méterről, miért nem kapaszkodik meg a koma? Ja, hogy én csinálom rosszul, bocsánat. Igen, ugyanis a shift gombot folyamatosan nyomni kell, hogyha meg is akarsz kapaszkodni. Tök logikus, nem? Na, eddig jól leszittem a játékot, pedig korán sem ilyen rossz a helyzet. A játék három nagy fejezetre osztható. A dzsungel, az elveszett város és a királyi székhely. A dzsungeles részek voltak amúgy a kedvenceim, itt mindenféle dinoszaurusszal összehoz minket a sors. Hogyha éppen nem csak lelőni kell, akkor össze kell ugrasztani őket. Mint például a már látott óriás kígyó kontra T-Rex, vagy később egy Triceratops kontra T-Rex harcot is végignézhetünk, bár ezek sajnos inkább viccesek, mint látványosak. A többi úgynevezett puzzle is itt még a dinók körül forog, egy kisebb dinót csalinak használva kell például elűzni egy krokodilt, vagy a képen keresztül futó dögöket kell más irányba ijesztenünk, hogy a nagyobb dinó áttörje az utat nekünk. Ahogy azt gondolhatjátok, Jack és a hercegnő össze fognak jönni, de azt még én sem hittem volna, hogy ilyen hamar. Kb. A játék harmadik logikai feladványa után már egymásra gerjednek, ami egyfelől érthető, mert a hercegnőnek kinn a fél melle, másfelől Jack egy... bunkó, tapló és a nők nagy többsége szereti ezt. Tisztelet a kivételnek. Innentől egyébként már úton útfélen lehet smároltatni kettejüket, aminek mondjuk semmi értelme nincsen. A Bermuda szindrómhoz hasonló platformereknél előfordul egy mechanizmus, vagy inkább hiba, hogy minden képernyőnek úgymond külön élete van. Tehát hiába indul el a dinoszaurusz a másik képernyő felé, hogyha mi hamarabb megyünk át, majd visszajövünk az előző képre, akkor kezdődik az egész előről. Ez itt nem annyira hiba még, viszont itt, ahol ezek a nyomorult repülőhüllők vannak és visszavonulnál újra tölteni, ez már inkább necces, hogy visszatérve újra töltődik az életerejük. Ugyan sehol nem olvastam még a neten, de biztos vagyok benne, hogy a Bermuda szindróm játszása során a játékosoknál kialakul egy önkéntelen reflex, ami heveny káromkodással jár együtt. Ezt magamon is tapasztaltam, amikor elég sokszor a már megint hol az Istenbe van, és a haladjál már bazd meg mondatokat ismételgettem, ugyanis a hercegnőnek mindig velünk kell lennie, ezt kivitelezni viszont nem egy egyszerű dolog. Ha bármilyen veszélyt lát a nő, akkor összefont karokkal flagmán várja, hogy kitisztítsuk előtte az utat, de még így is folyton vissza kell rohanni érte. Gyere már!
gyere, haladjál már, ez lesz az egész játék során, hozzá kell szokni. Eddél a résznél viszont tényleg felidegesített ez az idióta nő. Itt le kell, hogy másszunk, a nő persze nem jön, mert egy óriás kígyó van félúton, haha, ezektől persze fél. Lentebb van egy pterodaktilusz, és egyszer csak hopp, ott van a nő, a hüllő persze elrabolja, mi meg lelőjük, mármint a hüllőt, sajnos. Indulok lefelé, remélve, hogy ott fog lent várni, de nem. Csak a halott hüllőt látni, hercegnő sehol, szétnézek fent, semmi, lent semmi. Na, mégis mi a megoldás? Le kell vágni ezt az indát, és hoppa, semmiből előjön a nő. Gratulálok, ebben aztán sok logika volt. Mindenesetre itt a nő segítségével már át tudunk kelni a vízen, és egy apró szörmókkal tudunk majd beszélni, aki szerencsére szintén beszél angolul, ráadásul azt állítja, hogy nem nagyon érti, hogy mi mit beszélünk, de ő bezzeg olyan irodalmi angol nyelven nyomja, hogy még én is csak néztem. A lényeg viszont, hogy ő Tauron, egy legendásan bölcs lény, akit egyébként Jack rögtön elkezd szikizni a magassága miatt, és tőle tudjuk meg a sztori lényegét. Ez szerint a második világháború miatt van ez az egész portálosdi, és ahol most vagyunk, az egy különálló, de mégis a miénkhez kapcsolódó dimenzió. Maga a hely Iagmar szigete, és nem mi vagyunk a portálon átesett első ember, de minden elődünket egy helyi őslakos kígyó ember falka rabszolgasorba vetett. Ez mindaddig így ment, amíg az emberek fel nem lázadtak és ki nem írtották az összes kígyót. Ez viszont a múlt, a jelenben pedig szeretnénk hazajutni, amiben csak a király tud segíteni, viszont ő beteg állományban van jelenleg, és gonosz tanácsadója Telkvad irányítja most a dolgokat, aki természetesen csak mi tudunk kiütni a helyéről. Profécia meg ilyesmi. A játék innen folytatódik egy barlangrendszeren át, ahol mindenféle ilyen félig csontváz, élőhalott valamik törnek az életünkre, illetve mindenfelé csapda van, amit a Taurontól kapott gömbbel tudunk hatástalanítani. A barlangrendszer végén ismét szabad levegőre kerülünk, és innen kezdődik amúgy a játék második nagy szakasza, az elveszett város, és innen folytatjuk a következő videóban.